A román parlament elfogadta Klaus Johannis államfő javaslatát, miszerint az ország területén egy oktatási központot hoznak létre az ukrán tengerészgyalogosok kiképzésére, számolt be az RBC.ua hírportál. A döntést 233 képviselő támogatta, 18-an ellenezték, további 25-en tartózkodtak. A parlamentnek címzett levelében Johannes közölte, hogy Oroszország-Ukrajna elleni háborújának legutóbbi eseményei aktualizálták a fegyveres erő kiképzésének szükségességét. Egy elemzés eredményeként egyértelművé vált, hogy a Romániának lehetősége van arra, hogy hozzájáruljon a haditengerészeti erők és eszközök koalíciójához egy kiképzőközpont létrehozásával az ország területén, valamint a rendelkezésre álló képességével támogassa az ukrán tengerészgyalogosok kiképzését, jegyezte meg a román elnök. A javasolt terv értelmében a létesítmény két évig működne. Emellett Románia fenntartja magának azt a jogot, hogy a kötelezettségvállalást a képzési folyamat során vagy a határidő lejárta után bármikor felmondja.